Méltó helyen a több hónapos felújítási munka után elkészült Fráter László teremben tartotta meg alakuló ülését városunk önkormányzatának megválasztott képviselőtestülete. Itt került sor a polgármester, a képviselők és a bizottsági tagok eskütételére. Muraközi István polgármester a résztvevő köszöntése mellett a terem újjáépítésében közreműködő vállalkozások munkáját dicsérte, amiért az láthatóan jó minőségben készült el, és ami különlegessé teszi az alakuló ülés ünnepélyes hangulatát. Nemzeti himnuszunk eléneklését követően a megválasztott képviselők eskütételét tartották dr. Horvátné, dr. Nagy Ibolya, a helyi választási bizottság elnökének levezetésével. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Szabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Berettyóújfalu fejlődésének előmozdítása érdekében. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink! Az október 12-én lezárult önkormányzati ciklust annyiban foglaltuk össze, hogy nehéz, de eredményes 4 évet tudhat magának a leköszönt képviselőtestület. Stabilizálódó gazdálkodás, a működőképesség fenntartása és erősítése, ezek mellett pedig a szükséges fejlesztések folyamatossága jellemezte ezt az időszakot. Amikor az erről készült összefoglalókat ismertettük, elmondhattuk azt, hogy sokan sokat tettek, tesznek ezért. Kívánom, hogy így legyen ez a most kezdődő ciklusban is. El kell ismernünk, ilyenkor természetesen elkerülhetetlenek bizonyos nézetkülönbségek és surlódások, de a tervezéstől a kivitelezésen át a bemutatásig eddig is sikerült minden alkalommal a közösség erejével, a közös cél iránti elkötelezettséggel konszenzusra jutni, ez vezetett el minket az elért eredményekhez. Negyedszázados önkormányzatiságunk alatt választott képviselőink, tisztségviselőink, a hivatalok, az intézmények, a vállalkozások, a civil szervezetek vezetői, tagjai és munkatársai, a családok és valamennyi lokálpatrióta polgár odafigyelésének és kitartó munkájának érik be a gyümölcse időről időre. A jól ismert fejlesztések pedig azon túl, hogy a várost gyarapítják, az egész térségnek új lehetőséget jelentenek. Egy alakuló ülés mindig egyfajta iránykijelölés is egyben. Tudatos és az irányadás szempontjából is példaértékű az, hogy a 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus első képviselőtestületi ülésére éppen itt, az egykori Vármegyeházán, a mai járási hivatalnak otthont adó épületben a Fráter László főszolgabíró, majd Alispán nevét viselő teremben kerül sor. A mainál sokkal nehezebb időszakra, a Trianon után Csonkán és központ nélkül maradt Bihar megyére visszatekintve nem tehetünk mást, mint akkori eleink. Ha végignézik eddigi munkánkat és a közeljövő terveit, visszaköszön a 90 évvel ezelőtti 2,5 évtized. Kezelhetőbb, átláthatóbb közigazgatás, oktatás, közművelődés, egészségügyi és szociális ellátás, ivóvízminőségjavítás, infrastruktúrafejlesztés, és így tovább. Azon túl, hogy nagyra becsüljük elődeink erőfeszítéseit, őriznünk és gyarapítanunk kell az általuk hátrahagyott örökséget. Ha a részletekben nem is, ebben az egyben mindig egyet kell értenünk. Történelmi tény, hogy Fráter László Alispán és Szilágyi Lajos országgyűlési képviselők között milyen pártpolitikai ellentétek feszültek, ma azonban mindkettejükre nagyra becsüléssel és büszkén gondolunk, tetteikből pedig igyekszünk erőt meríteni. Ha a közösségi érdek felül tud kerekedni más szempontokon, akkor a mi munkánk sem lesz hiába való. Legyen ez a ma újra birtokba vett közösségi tér annak is a szimbóluma, amit valamennyi közösségi célú fejlesztésénél elmondunk. Minden megújuló vagy új létesítménybe olyan nyugalommal és biztonsággal léphessünk be, mint a saját otthonunkba.
Mi sem igazolja jobban, hogy jó példákat állítottunk magunk elé, hogy Bihar több tekintetben is központnak számító településeként helyes irányba mozdultunk el, mint a néhai alispán fia, Fráter János október 13-án a választás másnapján kelt gratuláló levelének egy mondata. Adjon a Jóisten erőt, egészséget és kitartást, hogy a következő 5 évben is hasonló módon tevékenykedjünk a város üdvére. Az új testület a szervezeti és működési szabályzat változtatásait tárgyalta elsőként, mely a bizottságok számát és az alpolgármester megbízatását érintette. A képviselő testület bizottságainak a számát 3 bizottságban határoztuk meg a rendelet előterjesztése szerint, mégpedig a pénzügyi bizottság, amely 7 fővel, a humánpolitikai bizottság, amely 5 fővel, az ügyrendi és közönvédelmi és településfejlesztési bizottság pedig 5 fővel végezné a munkát. És még annyi változás van, amely a előterjesztésben szerepel, hogy a rendelet 20. paragrafus helyébe a képviselőtestület 1 főállású alpolgármestert választ. A testület 11 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett fogadta el a rendeletet. Az alpolgármester személyére a polgármester tett javaslatot. Muraközi István továbbra is Bónác János nevezte meg erre a posztra, de ezen túl főállású alpolgármesterként. A döntésre titkos szavazással került sor szavazatszámláló bizottság előtt. Az eredményt Balázs József ismertette, ez alapján 11 igen és 1 nem szavazattal a jelenlévők támogatták Bónác János kinevezését. Elfogadták a képviselők a törvényi előírásoknak megfelelően előterjesztett polgármester és alpolgármester illetményéről szóló határozatot is. Ez alapján a városvezető juttatását a helyettes államtitkár illetményének 70%-ában kell megállapítsa. Az alpolgármester illetménye ennek 90%-a, az erről szóló javaslatot 9 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett fogadták el. Utolsó napirendként a testület munkáját segítő bizottságok tagjairól döntöttek. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, a tagok személyi kérdéseit egyeztetés előzte meg a frakciókkal. Tehát az egyes számú határozati javaslat az ügyrendi, közrendvédelmi és településfejlesztési bizottságot taglalja. Elnökének Balázs Józsefet javasolom, tagjának a képviselőtestület tagok közül Nagy Istvánnét és Gál László Csabát, nem képviselői tagjának Kovács Károlynét és Bottó Gabriella Juditot. A humánpolitikai bizottság elnökének Nagy László Csabát javaslom, tagjainak a képviselőtestület tagok közül Szabó Marianna Katalint és Gyula Ferenc Andrásnét, nem képviselő tagjának Pásztor Károlyt és Solymosi Rudolfnét javaslom. A 3. számú határozati javaslat a pénzügyi bizottság elnöki posztjára Nagy Sándorot javaslom, tagjainak a képviselőtestületi tagok közül Hagymási Gyula Leventét, Nagy Istvánt és Szántai Lászlót, nem képviselő tagjának Fekete Istvánt, Keresztúri Norbertet és Gyarmati Sándornét javaslom. A bizottsági összetételt 1 képviselő tartózkodása mellett fogadták el. Az alakuló ülést a bizottság tagjainak eskütétele zárta.